Meghalt Gerő András. A Magyar Tudományos Akadémia doktorát, a Habsburg Történeti Intézet igazgatóját, az ELTE professzor emeritusát 70 évesen érte a halál. Gerő András számos külföldi egyetemen folytatott tanulmányokat, illetve oktatott is. A rendszerváltást követően a Századok Szerkesztőbizottsági tagja lett. A történész 2003 és 2004 között a Deák Emlékbizottság ügyvezető titkára, illetve 2009-től a Teleki László Alapítvány kurátora volt. A család közleménye szerint súlyos beteg volt, búcsúztatását szűk családi körben tartják. Nem egynemű, inhomogén társadalmi réteget elkezdtek homogenizálni. Ez volt Gerő András egyik utolsó szereplése a Hír TV-ben. Vita partnere Gajdi Csottó volt, mint oly sokszor a Párbaj vagy a Csörte című műsorban. A műsorvezető pedig M. Dobos Marian, akivel a történész megszámlálhatatlanszor szerepelt együtt a képernyőn. Gerő Andrásnak szívügye volt az a Vita műsor, amiben szerepelt, és tényleg évekig járt hozzánk heti rendszerességgel, és azt a nézők is tudják, hogy nagyon-nagyon jó viszonyt ápoltunk. A Habsburg Történeti Intézet igazgatója tavaly március 15-én műsorvezető szerepben is feltűnt a Hír TV-n. Mindig próbált úgy információt mondani, hogy közben szinte szórakoztatott, vagy valami kis bújtatott humort elrejtett benne. Voltak nagyon vicces pillanatok. Emlékezett vissza M. Dobos Marian. A műsorvezető felidézte, a március 15-i tematikus napon is nem egy olyan pillanat volt, ami mosoly csalt az arcára. Volt egy szín, ennek a színnek egy értékszimbolikája, amit akkor még tudtak az emberek. A piros az erő, a fehér a... Mi a fehér? Na mi a fehér? Ha maga esküvői ruhát vesz, akkor... Jaj, ne kezdjem már engem esküvőre küldeni. Hanem az erő, a hűség és a remény, az a zöld. Humorával fűszerezett rendhagyó történelem óráit több mint 3 éven keresztül kísérhették figyelemmel a nézők. Gerő András 70 évet élt.